Az ország közepéből határövezet, vezet, avagy mit okozott az oszmán hódítása a Dél-Kelet-Dunántúlon. Erről hallgathattak meg előadást az érdeklődők március 16-án Bonyhádon. A Mohács 500 című időszakos kiállítás keretein belül tartott Varga Szabolcs, az Ötvös Lóránt Kutatási Hálózat főmunkatársa, tudománynépszerűsítő előadást a Völtségi Múzeumban azt is el lehet kell látnunk, hogy hogyan jutottunk ki belőle, minek köszönhető, bocsánat, ez az ország eltűnhetett volna, ennek az országnak a középső része örökre eltűnhetett volna a magyar királyságban. Az előadás témája, hogy hogyan is alakult Baranya és Tolna megye sorsa a török időszakban, 1526-tól a második Mohácsi csatáig. Halljuk, mit mondott erről a szakértő. Borzasztóan. Ezt lehet mondani. Elég csak körülnézünk a világban, hogy pár hét háború mit képes okozni. 150 évről beszélünk, amiben tényleg ritka volt az olyan nap, amikor nem kellett attól tartani, hogy valakinek futnia kell, mert valahonnan katona fog érkezni erre a vidékre. Sok esetben azt se tudjuk, hogy mi volt az egész, amihez képest látjuk a pusztulás mértékét. Elég csak arra gondolni, hogy néhány évvel ezelőtt itt Bonyádon találtak egy gyönyörű gótikus kápolnát, amiről semmilyen levéltári forrás nem tudósított bennünket. Ha nincsen a régészeti munka, akkor ma nem tudnánk róla, és még hány ilyet rejthet valójában a föld, amik hozzátartoztak ehhez a késő középkori dél túli világhoz, ennek a mindennapjaihoz. Ez egy gazdag vidék volt, egy nagyon gazdag, amit ma fel se tudunk fogni hiszen ma a baranya úgy tekintünk arra, mint egy országhatár, mint ahonnan már csak a dráva van a közelünkben. Na most ez az, amit elvett tőlünk a törökkor ezt lehet mondani, ide ragasztotta az országhatárt a déli határainkhoz, és kipusztított bennünket, amit egy 18-19. századi prosperitás, svábok betelepülése, zsidóság megjelenése sem tudott teljesen jóvá tenni, orvosolni. Az egyik legelmaradottabb vidéke lett Magyarországnak ez a régió. Ha a 16. század akár reformáció történeti eseményeire gondolunk, hogy hol születik meg Magyarországon a reformáció, az egyik bölcsője az Ittring tolnában és baranyában. Egy nagyon erős iskolahálózat volt, ahonnan előszeretettel mentek külföldre a diákok, de jöttek utána vissza, még a török időszak első évtizedeiben is. Ez már a, hogy is mondjam, szinte teljesen eltűnt. Ami a 18. század elején a törökök kiűzésével, nem született újjel, az a dráván túli hátország. Azért volt gazdag baranya, azért volt gazdag tolna, mert a drávai száva közötti mai horvátországi területek is ide tartoztak gazdaságilag, kulturálisan. Ez a 18. században még bőven katonai határőrvidék volt, utána pedig a nyelvi etnikai határok, a magyar és a horvát nemzeteszme, ami egymással szemben épült föl a 19. században, megakadályozta, hogy ez egy térként működjön. De ma azt gondolom, hogy ahogy az autópálya épül a határ felé, az ahogy a Schengeni határokat jó eséllyel le lehet bontani, szükség lenne még egyébként nagyon sok magyar-horvát kulturális és gazdasági projektre a következő években, ha sikerülne újjá szárazni ezeket a kapcsolatokat, akkor igen, akkor lehetne újra visszahozni azt az aranykort. A Mohácsi régészeti feltárás nagyon sokat segített a történészeknek és a kutatóknak abban, hogy még jobban megismerjék a történelem ezen szakaszát. Nem is gondoljuk, hogy ez mennyire különleges. Ma már olyan mindenre rámondjuk, hogy egyszeri, megismételhetetlen, elhasználtuk ezeket a jelzőket, de nincs még egy olyan tömegsír Európában ebből a korból, amelyik napra pontosan ennyi férfi embernek a testét rejtép, és ha csak ezeket sikerül a mai legmodernebb eszközökkel megvizsgálni azaz választ találni arra, hogy ezek az emberek hogyan étkeztek, milyen betegségektől szenvedtek, milyen jellemzőik voltak, fizikai jellemzőik voltak ezeknek az embereknek. Ez egy közép-európai férfi társadalom mintáját adhatja ki számunkra, és ebből olyan dolgokat vagyunk képesek megtudni, ami 1976-ban a tömegsírok feltárásának első nagy időszakában még esély sem volt rá, tudomány nem tartott ott, és az is biztos, nagyon bölcsen úgy döntött a Dunadráva Nemzeti Park, hogy nem fogják az összes tömegsírt feltárni 2026-ig, hiszen abban bizhatunk, hogy 50 év múlva nem a mi generációnk, de egy következő tudós generáció még többet fog tudni ezekből a, a csontokból, maradványokból megtudni. Már most lehet érzékelni, hogy a kutatási eszközökben is látványos fejlődés van ami ami orvostudomány, ami informatika, abban el se tudjuk képzelni. Tehát az amikor már egyik földrészről a másikra műtenek, akár agyműtétet tud végrehajtani úgy stokholmból egy orvos egy távol-keleti betegen, hogy fizikailag nincs ott, akkor itt a távlatok beláthatatlanok előttünk, nem csak 50 év, de 10 év távlatában is. Igen, ebben bízhatunk. A történettudomány ebből a szempontból konzervatívabb, de az a fajta digitalizáció, munka, ami pillanatnyilag az európai levéltárakban zajlik. És olyan szövegfelismerő algoritmusok vannak, ha úgy tetszik, mesterséges intelligencia, amely már a mai nap is nagyon jó hatásfokkal tudja elolvasni ezeket a korabeli latin, német, spanyol vagy magyar nyelven írt szövegeket. És jó eséllyel 10-15 év múlva nem lesz rosszabb százalékos aránya, mintha ma egy képzett kutató teszi mindezt. Nem lehet szerintem a kutatókat pótolni, legalábbis most ezt gondoljuk, de nagyon meg fogja könnyíteni a munkát. Lesz új eredmény, ez biztos.